az országgyűlés néhány perccel ezelőtt szavazott a büntetés végrehajtási törvény módosításáról, amelyben a kormány javaslatára a tényleges életfogytiglanra ítélt elkövetők tekintetében egy új hivatalból induló kegyelmi eljárást vezetett be a törvény. Az igazságügyi minisztérium álláspontja szerint ezzel a törvénymódosítással a magyar törvényhozás, a magyar jogalkotó végrehajtotta a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítéletét, tehát most már a tényleges életfogytiglant a bírák minden aggály nélkül alkalmazhatják, hiszen az új kegyelmi eljárás, az új különleges kegyelmi eljárás lehetővé teszi azt, hogy 40 év után felülvizsgálható legyen a tényleges életfogytiglantól való szabadságvesztés. Nagyon fontos azt leszögezni, és ezzel szeretnék válaszolni a vitában elhangzott ellenzéki kritikákra, hogy nem szűnik meg a tényleges életfogytiglantól szabadságvesztés, a bírák továbbra is kizárhatják a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből az elítélteket,